Petrovics Mátyás játékosait tüzeli a minél jobb eredmény reményében. Az ausztrálok elleni mérkőzést végül megnyerték a magyar lányok. Hullámzott ugyan a teljesítményük, de a végén 8-5-ös eredménnyel zárták a találkozót. Én azt mondtam a lányoknak a 30 negyed végén, hogy 2 negyed alatt fölépítettünk egy mérkőzést. Abban is voltak hibák, de vezettünk 5-3-ra, aztán nem uraltuk az egész összképét a találkozónak. A 30 negyedben fegyelmezetlenek voltunk, pontatlanok voltunk, a kettő együtt pedig nem hozhatott más, mint egy 0-2-es negyedet. Ami úgy látszik, hogy az utolsó negyedre a szünetben hatottak a szavaim, mert utána meg nagyon szépen újra fölálltunk. Az a baj ezzel, hogy ez minden meccsen nem sikerülhet. Tehát nem lehet, hogy egy ellenfelet visszahozunk a meccsben, miközben uralunk egy találkozót. De miután ez egy felkészülési mérkőzés, ez lehet azért ebből is okulni, meg tanulni. Pizzerébe támadj a középső, menjünk ki az 1-es, 2-es közé a széléről. Noha a mérkőzéseknek tétje nincs, a csapatok mégis komolyan veszik. Az ausztrálok nem adták könnyen a győzelmet, az utolsó negyedre döntetlennel ugrottak vízbe a lányok. Volt egy-két olyan védekezésünk, a figyelmünk úgy érzem, hogy lankadt. Kivédekezett ember hátrány után nem vettük fel a pozíciókat, könnyű gólt kaptunk belőle. Utána elő pedig elkezdtünk egyéni megoldásokat választani, illetve 5-4-nél volt egy nekem egy időkérésem, aminek kijátszott ember, hogy nem lőttünk kapura. Tehát azt egyszerűen el kell vállalni, illetve előttük csak rossz helyről. Ezek jöttek, majd volt 2-3 fegyelmezetlen megoldás, kicsit elveszítette a fejét a csapat. Erre próbáltam félni a figyelmet, hogy ezen változtassunk, legyünk harcosabbak hátul, pontosabbak elől, és végül a zónavédekezés ellen megértettük, hogy mit kell csinálni támadásban, és 2 szép átlövéssel gyakorlatilag eldöntöttük a meccset. Több dunaújvárosi játékos is helyet vívott ki magának a korosztályos válogatottakban. Az első 2 negyed nagyon jól sikerült, aztán a hullám az a 3. negyedben volt, de nagyon jól végeztük a mérkőzést is. Szombaton és vasárnap a 95-ös korosztályos válogatottak mérkőzéseit tekinthetjük meg, hétfőtől pedig a 96-os alakulatoknak szurkolhatunk.